Mennyi kell váltok? Előre, hátra. Már külön lökkedesek. Igen, a lefelé ránézz elő, és vidázz a dénálom, és addig arra megyek, akkor jól leszek. Ne odaállj! Jó, tök jó. Sziasztok! Tehát azt kérték, hogy arról beszéljek, hogy mik ezek a LibreOffice hackathonok. Úgyhogy először akkor az első kérdésre válaszolnék, hogy mi ez a LibreOffice. LibreOffice az egy irodai programcsomag, az OpenOffice-ból vált ki most már több mint 3 éve. És ez egy szabad szoftveres projekt. A fejlesztését ezt a Document Foundation koordinálja. Ez egy non-profit alapítvány a Németországba bejegyezve. Hogy mit jelent a koordinálás, ez azt jelenti, hogy ők fektették le az alapjait, hogy pontosan hogyan lehet a egymással konkuráló, de mégis LibreOffice-t fejlesztő cégeket valahogy egymás mellett, és egymás mellett dolgoztatni, és nem egymás ellen, és ilyesmi. Úgyhogy ők találták ki, hogy van egy Engineering Steering Committee, ami a technikai döntésekben hoz, mondja ki a végleges szót, hogyha valamilyen vita van, vagy valamilyen témát meg kell beszélni. Van egy membership committee, ami azt mondja el, hogy aki LibreOffice-szal kapcsolatos tevékenységet végez, az jelentkezhet tagnak az alapítványba. A tagok tudják aztán később megválasztani az alapítványnak a különböző testületeit, stb. Tehát a projekt mögött ez a Document Foundation-nál. Egyébként pedig nyilván vannak körülöttem még cégek, akik több-kevesebb profitot termelnek abból, hogy ezt fejlesztik, tárolj, támogatást adnak rá, stb. Egyébként a LibreOffice-ról, hogyha telepíteni akarjuk, ez Windows-ra, Mac-re és Linux-ra érhető el. Tehát akkor hogy van az, hogy ez egy szabad szoftver, és mégis vannak körülötte cégek, akiknél vannak fejlesztők, akik ezen dolgoznak, stb. A forráskód az teljesen szabad, minden egyes kiadáshoz binárisokat is ad, tehát telepítőket a Document Foundation, viszont a Document Foundation is azt ajánlja, hogy ha valakinek egyedi igényei vannak, vagy olyan szerződést szeretne a támogatásra, amiben SLA van, L3 supportot szeretne, tehát olyan problémák megoldását, amihez forráskódmódosítás is szükséges, és ezt határidőre, akkor érdemes cégektől supportot venni. Tehát van ez a LibreOffice dolog, mindenki ott reszeli a garázsban, amikor van egy commitje, akkor ez beküldi, megy a fejlesztés, az elosztottan a világ körül, jaj, de jó. De hát ez sokkal izgalmasabb, hogyha időnként vannak olyan események, ahol találkoznak a fejlesztők így face-to-face is. Úgyhogy ezért vannak éves konferenciáink, múlt héten volt egy Milánóban, a Fosdamán, Berlinben, Brüsszelben, tehát február első hétvégén szokott ez lenni, minden évben ott szoktunk lenni, illetve szokott lenni évente 2 Hackfest is, ez egy ilyen hosszú hétvégés rendezvény, ahol szintén lehet személyesen találkozni, együtt hackelni, stb. Tehát a múlt heti konferencián volt 2 darab hackathon. Ennek tipikusan van valamilyen témája, egy estés rendezvény, tehát mondjuk egy ilyen 4-5 órás kódolási idővel, és valamilyen téma meg van hirdetve, például az egyiknél az volt, hogy interoperabilitás, tehát mit tudom én, különböző Word formátumoknak a jobb támogatása a Writerben, a Calcban, az Impressben, tehát ezekben a alkalmazásokban, és ezt tipikusan támogatja valaki. Jelen esetben itt a Cloudon nevű cég fizette a sört, a kaját, kihirdetett problémákat, és a legjobb, a díjnyertes commitokat, azokat pedig tabletekkel jutalmazta. Most feltételezem, hogy a mai előadásnak az volt az apropója, hogy ebből a 3 tabletből, amit a 3 legjobb commitér adtak, aztán abból 2 magyar nyert el. Egyik a személyem, a másik pedig Zolnai Tamás, aki jelenleg betegen fekszik az ágyban, mert hogy egy szápolóból beült 18 fokban a légkondis teremben előadásokat hallgatni, és ennek meg lett a megfelelő hatása. Egyébként pedig azt hiszem már nagyjából le is járt az időm. Nem, még van 1 percem, tehát akkor összefoglalnám a dolgot, hogy van ez a LibreOffice szabad szoftveres projekt, ez egy alapvetően egy barátságos társaság, nagy szeretettel foglalkozunk minden olyan embert, aki mondjuk alapvető C++ programozással már tisztában van, de egyébként szeretne valamilyen igazi, nagy és érdekes és gyakorlatban is használt kódbázisba beleborkácsolni valamit. Persze ez a szívünkben is jól mutat, hogyha ilyet csináltunk. Vannak cégek, akik ezzel foglalkoznak, vagy adnak kereskedelmi támogatást mellé, tehát akár még teljes állásban is lehet rajta dolgozni, hogy például én is teszem.
És egyébként pedig, mint bármilyen más nagy szoftveres projekt esetén érdemes ezeknek a projekteknek a rendezvényeit is meglátogatni, ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy a fejlesztőkkel személyesen beszélgessünk, tableteket szerezzünk, sört ígyunk, és a többi. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdések! Itt elsősorban. Igen, a diákat, amiket itt levetítettem, azokat feltettem, illetve fel fog kerülni mondjuk ma este a vmiklós.hu/odp, tehát Open Document és Presentation honlapra. Tehát, hogyha gyorsan elhadartam valamit, vagy nem arról beszéltem, ami a szlájdra volt írva, de izgalmas lett volna a szlájdra, rám figyeltetek, akkor ott el lehet olvasni. Igen, egy sorra hátrébb volt a szélén. Tablet támogatás lesz. Jelenleg ez ott tart, hogy van iOS-es is, meg androidos port is, a master branching method, ami a nem stabilág. Abban ilyen daily build-ek, ezek most is letölthetőek, hogyha valaki vesz nekem egy sört, akkor szívesen megmutatom a most nyert tableteben, hogy például a Smart Artot mennyivel jobban tudunk renderelni, mint a Quick Office vagy a beépített Android Document Viewer. Tehát alapvetően van már letölthető valamilyen szinten működő verzió, de ez még nem stabil kiadás, és nem tudom, hogy melyik verzió lesz az első, ahol az androidos kódot is telegesen brancseljük, stb. És értelemszerűen erre még kereskedelmi támogatás sincsen. Igen, ott egy ilyen hátrébb. Előtt is kapcsolatban lehetett, de az annak kérdésem, hogy ilyen cégek által, a saját nevünkben tudom nyilatkozni, a mi munkánkat azt ugyanabban a repozitoriumban, ahol a master van, ott van egy distro namespace, és az alatt megtalálod. Alapvetően egyébként a munkának a nagy részét azt egyébként is vissza kell raknunk, mert ugye az ügyfeleknek kimegy a bináris, az MPL az pedig kötelez arra, hogy legalábbis a módosított fájlokat azokat visszarakjuk, de egyébként ennek sokkal praktikusabb oka van, minél előbb benne belekerül a masterban a mi munkák, annál kevesebbet kell revézelni, tehát karban tartani a saját patcheinket. Tehát alapvetően konfigurációnk az van saját, tehát mint a splash screen meg ilyenek, de egyébként az minden publikus. Tehát alapvetően a kereskedelmi támogatásban a hozzáadott érték az az, hogy neked van problémád, és ezt garantált körülmények között ki is lesz javítva, és kapsz rá egy bináris patchet, ami azt kijavítja neked. Ha magadnak tudsz bildelni, akkor meg magadnak megjavítod a problémákat, akkor ne vegyél támogatást. Igen. És ha már minden problémát kijavítottatok? Akkor éhen haltok? Valószínűleg éhen fogunk halni akkor. Egyébként egyrészt néha szoktak a ügyfelek feature-öket is kérni, ami ugye generálja a problémákat, tehát hogyha ez megfelelő arányban van, akkor nem fogynak el a problémák. Másrészt pedig egy 7 millió kócsoros kódbázisban alapvetően a problémák száma szerintem végtelen. Inkább az a kérdés, hogy mennyi felhasználók által is látható, vagy tényleg kritikus probléma van. Igen, elsősor. Nem tudom, mert nem voltam benne a elbíráló bizottságban, benne lettem volna, valószínűleg nem nyerhettem volna. Egyébként szerintem erősen relatív, tehát nem biztos, hogy, tehát ha nem biztos, hogy egy óriási innovatív megoldással kell nyerni, hogyha a többiek elég bénák, akkor te leszel a legjobb. Igen, még egy kérdés? Még annyi, hogy az Android vagy iPhone port vagy iOS portnál ott grafikusokat foglalkoztattok, vagy grafikusok dolgoznak rajta, hogy az valóban tabletre vagy mobilra optimalizált felületre? Most ezt egyelőre úgy kell elképzelni. Egyelőre ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy kolléga, aki nagyjából egy évet azon dolgozott, hogy az alapinfrastruktúra az működjön. Azóta ez annyi energia bele van fácolva, hogy ez továbbra is működjön, tehát ne legyen rosszabb. De a user interface az natív, de egyelőre ez egy nézegető alkalmazás például Androidon. Tehát most ennek a user interface-ét körülbelül egy átlag egyetemista szerintem 5 nap alatt összerakja. Az igazi izgalmas rész az majd akkor lesz, ha majd tényleg szerkeszteni is lehet meg ilyesmit, de ez egyelőre nincsen. Tehát igen. Egyébként van a LibreOffice-omból, van egy design team, tehát például, hogyha megnézed a splash screen-ünket, azért az nem úgy néz ki, mint egy átlag programozó által tervezett splash screen. Tehát ők is akár csinálhatnának ilyen dolgokat, de ez alapvetően
a szerkesztés rész az még már arrébb van. Meg talán telefonon, főleg telefonon, de még talán tableten is azért elsődlegesen inkább olvasgatnak az emberek, nem igazán nagy, hosszú dokumentumokat. Igen, még egy ott középen. Azt kérdezni, hogy amivel a Hackathon-on a díjat nyerti, az körülbelül mi volt, amit te hozzá? Aha. Igen, tehát én annyit csináltam, hogy a Dockings formátumon belül lehet csinálni szövegdobozokat, és a szövegdobozokban el lehet forgatni a szöveget. Tehát lehet egy sima föntről lefelé balról jobbra, és ezt lehet jobbra forgatni a Word-ben 90 fokkal, meg balra forgatni. Hogyha balra forgatod, akkor ez a BTLR szövegirány lesz, tehát bottom to top, és ha tehát egy sor, akkor left to right. Ennek érdekessége egyébként, hogy ezt a természetes nyelvek közül például akkor használják, hogyha arab írásba beillesztesz ó-mongol idézetet. De az a baj egyébként, hogy ugye a Word-ben viszont tényleg csak így elforgatod a szöveget, és akkor új jelentést nyert itt az ó-mongol idézeteknek a doménye. Tehát ez nem működött, és akkor ezt megcsináltam, hogy ez működjön. Egyébként ez tényleg ennyit alatt itt nagyjából össze is lehetett rakni. Tehát ez a jó egyébként egy ilyen hackathonban, hogy itt nem akkora problémákat tesznek ki, ami van olyan, amit mondjuk két hónap lenne. Nem, ez tipikusan egy pár óra alatt megoldható problémákat tűznek ki. Ez adja az izgalmas részét ennek a kategóriának. Köszönöm szépen a figyelmet!